Köszöntöm nézőinket! Az Öböl Televízió hír összefoglalója következik. Nézzük főbb híreinket először röviden. Református egyházi napok. A remény volt a fő vezérvonala az idei fesztiválnak. Levendula szüret. Tömegek szedték Tihanyban a növényt. 20 évesek lettek. Jubilált az Alsóörsi Sportegyesület. Hetedik alkalommal rendezte meg a Dunántúli Református Egyházkerület az egyházi napokat. Ezúttal a Veszprém megyei Református Egyházmegye volt a szervező. A nyitó istentiszteleten Császár Attila esperes hirdette az igét, aki kiemelte, hogy a mai világ minden szegmensében szomjazik, kívánja a reményt és a hitet. Kövér László, az országgyűlés elnöke is köszöntötte a rendet. Balatonfüreden a Balaton Szabadidőközpontban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az idei egyházi napok program sorozata. Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese igehirdetésében hangsúlyozta, hogy a remény soha nem hal meg, ez lendít át bennünket az élet buktatóin. De a remény önmagában még nem elegendő, a sikerekhez hozzá kell kapcsolódnia a hitnek is. Amikor a külső körülmények nem kedveznek a reménynek, mindig vannak olyan csoportok, akikhez érdemes csatlakozni és a hitet megtalálni. Őseink is itt a Dunántúlon mindig reménységben éltek, folytatta. Így tudtak templomokat, gyülekezeti házakat, iskolákat létrehozni. Ezt az örökséget kell átvennünk és fejlesztenünk. A mai alapigében szereplő remény, ami az idei 7. rendfesztiválnak a vezér szava, a vezér gondolata, hiszen minden e köré épül majd fel, tulajdonképpen abból az igéből indul ki, és abba gyökerezik, ami korábbi versekben olvasható. Azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd nékünk megjelenik. Tudjuk jól, ti is, én is, mindannyian, hogy a mai emberek nagy részének nem sokat mond az, hogy minden gyötrelemért, minden fájdalomért, amit itt a Földön el kell, vagy el kellett szenvednie, vagy bőséges kárpótlást kap a mennyekben. Ha azonban jobban belenézünk, és tényleg mélyebbre leásunk Pál apostol mondani valójába, akkor rögtön kiderül számunkra egy fontos dolog. Kiderül számunkra az, hogy itt nem egy ilyen pessimista, negatív hangvételről, egy ilyen ívről van szó, hanem sokkal inkább cselekvésre buzdító erőről, amelynek a mozgató rugója az a reménység. Az istentiszteleten részt vett Kövér László, az országgyűlés elnöke is. Kiemelte, hogy a rendszerváltás óta eltelt időben a felmerülő nehézségeken a remény segített át a magyarságot. Körülnézünk a világban, és visszagondoljuk magunkat a 25-26 évvel ezelőtti helyzetünkben, hogy akkor mit reméltünk, mi lesz majd a rendszerváltozás után, akkor bizonyára kevesen gondolták volna azt, hogy 2016-ban ilyen bizonytalanság vesz körül bennünket. Talán azt is kevesen gondolták volna, hogy 2007 után olyan mélybe jut az ország gazdaságilag, erkölcsileg, az államszervezet működését illetően, mint amilyenbe jutott. És akkor, ha nem lett volna remény meg hit az emberekben és a közösségeinkben, akkor bizonyára nem jutottunk volna túl ezen a nagyon nehéz történelmi időszakon. Steinbach József püspök megköszönte a város befogadó szeretetét. Kifejezte a béli örömét, hogy sokan jelezték részvételi szándékukat. Ez azt jelenti, hogy a református hívek tudják egymást erősíteni a reménységben, a száraz pusztaságot meg tudják öntözni. Így lesz tóvá a déli báb, fogalmazott. Nem csak várunk Isten ígéreteire, hanem Isten ígéretei már közöttünk vannak, és különösen, amikor sok kérdés van bennünk, amikor problémák vesznek körül bennünket, és a világban ezer van, ma is kaptunk érdekes híreket, akkor különösen jó erre gondolni, hogy Isten velünk van, nem hagyott el bennünket, még akkor is, hogyha nincs okunk reménységre, soha ne felejtsük el, hogy a reménység a miénk, az élő Istenben, Jézus Krisztusban. Ez a három nap erről fog szólni. És a Balatonra rátekintve szemléltet is ezt az igei üzenetet. Az idei persely adományokkal a pápai református kollégium felújítását támogatják. Az istentisztelet után kezdődtek el a színes programok, több helyszínen is várták az érdeklődőket. Ismét óriási érdeklődés övezte a Tihanyi Levendula Fesztivált. A Szedd Magad akció során sokan éltek a lehetőséggel,
csokrokba szedve, vagy erre az alkalomra használatos papírtáskába gyűjtve vihettek haza kedvenc virágukból. Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és Hungarikumért felelős államtitkár is. Virágzó levendula bokrok, amerre a szem ellát, lilás árnyalatban pompázik az egész domboldal. Százak, vagy tán ezrek is, akik jönnek, hogy megcsodálják a tihanyi levendula mezőt. A hely értékéhez még hozzátartozik az is, hogy itt telepítettek az országban elsőként levendula ültetvényt. Kalapos hölgyek, kíváncsi urak és csodálkozó apróságok szedik a virágokat. Óvatosan, mint egy féltett kincset, hogy minél tovább megmaradjon a semmihez sem hasonlítható finom illata, és nem utolsó sorban gyógynövényként jótékony hatásai is. Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős államtitkára is, aki elismerését fejezte ki az eléje táruló látvánnyal kapcsolatban. Be kell, hogy valljam, hogy még nem voltam ilyen alkalmon, de ma a levendulát nagyon szeretem, tehát kifejezetten egy karakteres eleme ennek a tájnak, és hát nagyon örülünk, hogyha sikerül olyan tevékenységet találni a nemzeti parkok területén, amely egyben hasznosítása is a területnek, de mégis megmarad a természetközeli művelés lehetősége, hiszen a levendulához nem kell sem növényvédőszer, sem műtrágya, és így vegyszermentesen is meg tudjuk tartani ezt a gyönyörű táját olyannak, amilyennek az elején is megálmodták. A település polgármestere elmondta, a levendula termesztés a jövőben még nagyobb területet hódít meg. A sok látogató kedvezően hat a helyi gazdaságra is. Azt hiszem büszkeséggel mondhatom, hogy közel 90 évvel ezelőtt itt Tihanyban ültették el az első palántákat Magyarországon, tehát van mire alapozni Tihanyba a levendulának a kultuszát. És 12 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk ezt a rendezvényt, még nem tudtuk, hogy ekkora fesztivál lesz belőle. Ez ugyanúgy növekedett, mint ahogy egy levendula bokor is egy parányi magból fejlődik, úgy terebélyesedett ez a rendezvény is évről évre egyre nagyobbá. És azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy az ország egyik legismertebb, és nagyon-nagyon sok ezer embert vonzó rendezvényévé nőtte ki magát. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park a tihanyi lakosokkal összefogva hozta rendbe a bevezető út mentén elterülő öreg levendulást. Tavaly pedig újabb 15 ezer tővel gyarapították a levendula mezőt. Ez az ültetvény ez gyakorlatilag 20 éves, körülbelül 90-es évek közepén létesült. A Nemzeti Park igazgatóságnak, vagy igazgatóság által bérbeadott területen. Ez a terület 13-12-ben került vissza a Nemzeti Park igazgatósághoz, és gyakorlatilag úgy döntöttünk, hogy a korábbi ipari hasznosítás helyett sokkal inkább nem azt írjuk ki, hogy ne szedd a levendulát, hanem kiírjuk azt, hogy szedd a levendulát, szedjük együtt a levendulát, legyen ebből egy népünnepély, hiszen a levendulának kultusza van, divatja van, hogy úgy mondjam, trendi levendulát szedni, és látom itt a környező gépkocsik, buszoknak a rendszámából is, hogy ez igen-igen messzire is eljutott ez a hívószó. Részt vett a programon a sárospataki polgármester is, hiszen jó kapcsolatokat ápolnak Tihannyal, mindkét település tagja a Városok Falvak Szövetségének. Nagyon sokat hallottunk már a tihanyi levendula fesztiválról, arról a híres fesztiválról, ami most már 12. alkalommal kerül megrendezésre, és van még egy különleges története a mi kapcsolatunknak, a találkozásunknak, az, hogy mindketten szeretjük és tiszteljük a bort, ugye Sárospatak a tokai borvidéknek a része, Tihany pedig a Balaton felvidéki borvidékhez tartozik. Nagyon értékes pillanatokat szoktunk itt eltölteni, tudunk itt eltölteni, és hát látva ezt a gyönyörű fogadtatást, látva ezt a gyönyörű levendula mezőt, látva az itt élőknek a vendégszeretetét, látva az itt élőknek a mosolygását, jókedvét. Én arra kérek mindenkit, hogy legyenek büszkék erre a településre, legyenek büszkék a fesztiváljaikra, és bízom benne, hogy mindenki ezen a gyönyörű szép hétvégén jól fogja érezni magát. Levendulaszedők, programokra látogatók érkeztek az ország minden tájáról. Sokszor hallottunk erről a fesztiválról, felkeltette az érdeklődésünket, és most összetudtuk úgy egyeztetni a családdal, hogy el tudtunk jönni. Azon kívül imádjuk a természetet. A Szedd Magad akció mellett a szombat délelőtti megnyitót követően számos programokkal is várták az érdeklődőket.
Így kerekedett ki a teljes turisztikai attrakció. Példaértékűen összekapcsolódott ezúttal is a mezőgazdaság, a természet és tájvédelem, a gyógynövények fontossága és a színes vendégcsalogató programok. Az Alsóörsi Sportegyesület 1996-ban alakult. Pár lelkes sportbarát elhatározta, hogy a korábbi hagyományokhoz hasonlóan újra alapítja az egyesületet. A 60-as, 70-es években ugyanis labdarúgó, később asztali tenisz szakosztály is működött. A kezdeményezést támogatta az akkori képviselőtestület. Múlt hét végén a sportcsarnokba voltak hivatalosak mindazok, akik tevékenyen részt vettek a klub sikeres működésében. Hebling Zsolt, az Alsóörsi Sportegyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy sokan elfogadták az egyesület meghívását. Megköszönte mindazon emberek munkáját, akik az elmúlt 20 évben tevékenyen részt vettek abban, hogy a klub sikeres legyen. Felhívta a meghívottak figyelmét arra a kiállításra, mely az elmúlt 20 évre tekint vissza. Régi fotók, újságcikkek, mely örömről és olykor keserűségről is szólnak. A dicsőséges múlt, a biztató jelen, nagyban hozzájárulhat az eredményes jövőhöz. Remélem, hogy a jövőben is tudjuk azt a küldetésünket teljesíteni, ami az egészséges kultúrát, szabadidő eltöltési lehetőséget jelenti, mint alternatívát, ez maga a sport, és minden korosztályban, hiszen a gyermekektől fogva egészen az idősekig ez működik Alsóörsön. Kis község vagyunk, de nagy sport hagyományokkal és sport szeretettel, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy a jövő is ilyen eredményes lesz. Ezért dolgozunk, és ezért van az a sok segítő is itt mögöttünk a sportolókon kívül, a sportolókkal együtt, akivel a jövőt tervezgetjük. Ferenci Gábor alpolgármester alapító tagja volt az egyesületnek. Először a kézilabda szakosztály alakult újra az ő vezetésével. A fiúk már az első fél évben az MB2-ben remekül szerepeltek. Később csatlakoztak hozzájuk a lányok is. Ők rövidesen a megye legjobb csapatával válva kiharcolták az MB2-es indulás jogát. Egy magára valamit is adó falu persze nem lehet meg foci csapat nélkül. Ezért 1997-ben futballszakosztály indult. A főleg helyi fiatalokból álló csapat a járási bajnokságban szerepelt. Az évek során a fiú kézilabdázók az NB1B-ig jutottak, jelenleg a megyei első osztályban szerepelnek. A lányok többször a dobogóra állhattak, most a megyei bajnokságban játszanak. A labdarúgók megnyerték a járási, majd a megye 2-es bajnokságot, és feljutottak a megyei első osztályba. Jelenleg a megye 4-es bajnokságban szerepelnek. Természetesen nagyon örülök neki, hogy 20 évesek lettünk, hiszen annak idején azt jelenti, hogy jó alapokat raktunk le. Tehát itt mind a sportolók, mind a segítők, tehát akik a sport mellett voltak, ez egy nagyon fontos számunkra, hogy életbe tudtunk maradni. Fontos az, hogy bővült a sportegyesület, tehát több szakosztályunk van, és bízunk abban, hogy továbbban is nagyon jól fog működni. Alsóörsön azonban nem csak kézilabda és futball létezik, hanem íjászat is. Ők hamarosan jubilálnak. 18 éve van a szakosztályunk, tehát mi is két év múlva ünnepeljük a 20-at. Méltóképpen meg fogjuk ünnepelni. Hogy értékelem, tesszük a dolgunkat ugyanolyan szeretettel, ugyanolyan hozzáállással. Az eredményeinkkel meg is mutatkozik ez, mert egyre jobb és jobb eredmények vannak az IA-szakhoz. Több országos bajnokság, több bajnoki cím, és hasonló ilyenek. A rendezvény baráti beszélgetéssel és vacsorával zárult, de jövőre ismét találkozhatnak a meghívottak. Hebling Zsolt, az egyesület elnöke ugyanis bejelentette, hogy minden évben meghívják a három szakosztály képviselőit, sportolóit. A 4. Beach Fesztivál keretén belül idén második alkalommal rendezték meg az álva evezős versenyt. Létrejötte állítólag a polinész halászok álva evező szokásához nyúlik vissza. Nagy valószínűséggel innen terjedhetett át Hawaii-ra, ahol a szörfdeszkán állva és evezve tanítottak a szörfoktatók. Magyarországon is egyre népszerűbb ez a sportág. Balaton Fűzfön összesen 40-en indultak. A hölgyek között volt olimpikon, de egy ismert színésznő is. Állj fel és evez! Leginkább így fordíthatnánk magyarra a hazánkban alig pár éve jelenlévő vízisportot, ami minden egyes megjelenésekor sok érdeklődőt vonz a partra. Nem volt ez másképp Balatonfűzfön sem. Jó idő, napfény, csinos lányok, partizene, igazi beach hangulat uralkodott a parton.
A délelőtti szörfverseny bár véget ért, de még többen úgy gondolták, hogy kihasználják a jó szelet. A versenyen 20-an indultak. Délelőtt magyar bajnoki futamot szerveztünk, Isuzu D-Max magyar bajnokság keretein belül. 4 futamot tudtak lebonyolítani, egyébként ez az egyik legfontosabb felkészítő versenye az olimpikonjainknak, Gádor Fabiáronnak és Csolnoki Sárának, hiszen ők augusztus elején indulnak Rióban. Az álvaevezősök pedig nagyban gyakoroltak. Másodszor rendezték meg Balatonfűzfőn a rövidpályás országos bajnokságot. Rajt! Ez a sportág nagyban hozzájárul az egyensúlyérzék, az állóképesség, a teherbírás fejlesztéséhez. Ötvözi a kardió, az egyensúly és az erősítő elemeket, folyamatosan fitten tart. Arról nem is beszélve, hogy a természet közelsége és a testmozgás segít a stressz levezetésében, a kikapcsolódásban. Sokan úgy emlegetik, jóga a vizen. Ez az élénkítő és relaxáló sport minden korosztálynak ajánlott tudásszinttől, fizikai állapottól és képességektől függetlenül. A szörfös Csónaki Sára nemrég megszerezte az indulás jogát a riói olimpiára. Az ötkarikás játékokon 26-an indulnak majd, Sára szeretne a legjobb 20-ban végezni. Az álva evezős versenyen hobbiból indult. Amikor nincsen szél és nem tudunk windsurfözni, akkor gyakran szoktunk evezni, és nagyon jó, kellemes, hogyha mondjuk most fúj a szél, de amikor szélcsend van, lehet túrázni is vele, úgyhogy a természet közelsége az, ami megfogott. Azért, hogy indulok a versenyen, hát nyilván szeretek versenyezni, azért is vagyok versenysportoló, és nagyon örülök, hogy itt is tudok indulni és kicsit más formában versenyezni. A versenyen részt vett a veszprémi születésű, de Balatonfűzfőhöz nagyban kötődő kis Ramona, a barátok köztárja is. 13 éves korom óta búvárkodom, meg a vízszerelmese vagyok, és minden, ami vízzel kapcsolatos, így a szúp is, közel áll hozzám. Idén találkoztam vele először, idén próbáltam ki először, és nagyon megtetszett. Igazából azt tetszik benne a legjobban, hogy nagyon nagy koncentrációt igényel, pont az egyensúlyozás miatt, tehát hogy kikapcsolja az agyad, és így csak a víz van, a deszka, meg te, úgyhogy ennyi. A hölgyek között Sára végzett az első helyen, Ramona pedig az előkelő 5. helyet szerezte meg. Elmondása szerint, ha úgy alakul, jövőre is elindul a versenyen. Felsőrsi emberek gyűjtőszenvedélyének köszönhetően nyílt rendkívüli kiállítás a Szociális Szolgáltatóházban. A kagyló kiállítás létrehozásának nem csak ez a helyi vonatkozás adott okot. A kagyló egyrészt végigkísérte az emberi történelmet, másrészt ezen a tájon az egykori tengerek üledéke rakódott le évmilliók alatt. Ezek maradványai a mai napig fellelhetők. A kiállítás augusztus végéig látogatható. Füvön fekszem háton, szemem égbe mártom, földre, vízre, hegyre, írogatok egyre. Egy rendhagyó kagyló kiállítás mottója volt Vörös Sándor néhány versora. Jelen kiállításon főként a mai tengerek kagylóit tekinthetik meg az érdeklődők a Felsőörsi Szociális Szolgáltatóházban. Sok 10 000 fajtája van a kagylónak. A változatosságból, színek, formák és a méretbeli különbségekből ez jól látszik. Jelen kiállítás több falubeli gyűjtőmunkájának az eredménye. Ez a szenvedély nem egyszeri fellángolás részükről. Kaszás Tímea sokak kagylóit hozta össze egy kiállításra. Évekig jártunk ki Hollandiába, volt egy ilyen testvérvárosi kapcsolat Balatonfüred és Kasztrikum között, és onnan folyamatosan levittek minket a vendéglátóink a tengerhez, és gyűjtöttük a kagylókat, és nagyon-nagyon szeretem a természetet, a természetbe élni, járni, köztelelni, köztem működni, és így gondoltam, nyár van, biztos mindenki érdekelnek a vízes dolgok. A Balaton felvidék és a Bakony gazdag kagyló és csigaház lelőhely. Bár ezek jó része már megkövesedett formában lelhető csak fel. Egykor ezen a tájon a Pannon tenger hullámzott. Ennek köszönhetően a Balaton iszapjában egyre ritkábban, de még fellelhető a kecskeköröm. Ez valójában egy 5 millió éve elterjedt kagylófajta megkövesedett maradványa. Mint minden gyereknél mindent elkezdtünk gyűjteni, mindent, köveket, kagylókat, csigákat, és úgy szaporodott a gyűjtemény. Nekem nem kallódott el, még mindig megvannak a gyerekkori találások is, amit említettem is itt a megnyitóba.
ugye hát az érdekes, hogy az őskorban már kerültek ide csigákhagylók a kontinens közepére, tehát már az ember akkor megfogta és elhozta és gyűjtötte. Hát ez a szenvedély, ez úgy látszik, hogy mindenkiben megvan, van, aki elmúlik, van, akivel pedig nem. Szabó Balázs polgármestertől azt is megtudtuk, mi az összefüggés a Kecskeköröm és a tihanyi gödrös elnevezés között. A múlt századokban, az öbölben a gyerekek gödröket ásva keresték az iszapban ezt a ritkaságot. A kagylókat a mai napig használják ékszernek és díszítésnek egyaránt. Tengerparti országokban pénzért árulják, és a turistáknak büntetés jár a gyűjtésért. Alig pár száz éve volt, ahol még fizetőeszközként vagy a vagyon mértékeként használták. Üres, de szép nagyon. Minták, erek, az égbolt színei. Kalmár Jánosné stílusosan karafiát orsolya kagyló témájú versével emelte a hangulatot. A kagyló tudja jól, a test keret. Ha szétfeszíted, titka szinte semmi. Ha másra vágysz, mélyebbre kell merülni. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat. Református egyházi napok. A remény volt a fő vezérvonala az idei fesztiválnak. Levendula szüret. Tömegek szedték Tihanyban a növényt. 20 évesek lettek. Jubilált az Alsőrsi Sportegyesület. Ezek voltak a híreink. Most térségi magazinunk következik, amiben először az optometrista ad hasznos tanácsokat szemünk védelmével kapcsolatban. Majd egy balatonalmádi sakkozó rekorddöntéséről láthatnak beszélgetést. Aztán a Fűzfői Táncklub Péter Pál napi fellépését tekinthetik meg. Végül jön a gyógynövénytár, amiben most a 4 évszak gyógynövényeiről lesz szó. Elérhetőségeink olvashatóak a képernyő alján. Írjanak, hívjanak minket bátran. Az interneten is megtalálnak minket, weboldalunkon, videócsatornánkon, vagy akár a Facebookon is visszanézhetik híreinket, stúdióbeszélgetéseinket. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Addig is, a viszontlátásra!